Az intézményt fenntartó közalapítvány elnöke Egri Miklós egykor az iskola diákja volt. A kuratóriumi elnök hangsúlyozta, hogy fontos számukra a folyamatos fejlődés. Ennek kapcsán kiemelte, hogy digitalizációban járt a cég, referencia iskolájaként is büszkélkedhet az intézmény, akitől egy megállapodásnak köszönhetően naprakész és korszerű szoftvereket és eszközöket kaphatnak, amelyek segítségével élményszerűbbé tehetik az oktatást a diákok számára. Az MNMK intézmény rendszere, hogy itt nem egy iskoláról beszélünk, nagyon sikeres. Az utóbbi időben is arra fejezünk nagyon-nagyon fontos hangsúlyt, hogy a diákjaink megkapják azt a képzést, amivel az életben el tudnak indulni az érettségi megszerzése után, és akár továbbtanulás tekintetében, akár szakmaválasztás, illetve munkakezdés tekintetében azokkal az ismeretekkel rendelkezzenek, ami megkönnyíti az ő életüket. És ez nem csak szaktantárgyakról elsajátításában érhető tetten, hanem egy sor olyan képességet is adunk diákjainknak, ami a mai munkapiac nagyon is vár, elvár és keresi, legyen az vitakultúra, legyen az kommunikáció, legyen az projektmenedzsment. Azt szoktam mondani az érettségi osztókon, hogy ezekről a képességekről egy érdemjegyet sem kapnak diákjaink, holott ez az az erősség, amivel sikereket érnek el a VIN diákjaink. Egri Miklós azt is hangsúlyozta, stabil az intézmény finanszírozása. Fontos a diákok szórakozása és kikapcsolódása is. Erre pedig nem csak a külföldi kirándulások, hanem a sportcsarnok és a sportpálya is jó lehetőséget biztosít, tette hozzá. A tanulók között természetesen többen is vannak, akik messzebbről érkeztek. Számukra a kollégiumi ellátás lehetősége is adott, akár a Szenes utcában, vagy a tantermekhez jóval közelebb is. Az intézmény egység az 243 férőhelyes, majdnem tele is van. Jelen pillanatban a legnagyobb ilyen jellegű intézmény Baján. Az országos beiskolázású a középiskolánk, így az ország minden területéről érkeznek diákok hozzánk, 0-tól 12. évfolyamig, sőt a 13. évfolyamig is. A tanulók 8 tanulócsoportban vannak elosztva. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy középiskolában az osztályok, mindegyik élén egy szaktanár áll, ő vezeti a csoportját, mint egy osztályfőnök a gimnáziumban vagy a középiskolában az osztályát. A gyerekek szigorú napirend szerint élnek, de rengeteg szabadidős programot próbálunk nekik szervezni annak érdekében, hogy a fennmaradó idejüket, a tanuláson túl fennmaradó idejüket hasznosan tudják kitölteni. Főzőiskolát, fémklubot, tornát, sporteseményeket, sportbajnokságokat. Igyekszünk minél színesebbé tenni a napjaikat. Az intézményegységnek másik nagyon nagy előnye, hogy nagyon komfortos körülményeket tudunk biztosítani a diákjaink számára. A tanulók 4 ágyas elhelyezéssel kerülnek a kollégiumba. Mindegyik szobához saját fürdőszoba tartozik. A másik pedig, ami szintén nagyon fontos, hogy napi 5-szöri ellátásban részesülnek, ami azért jó, hisz a gyerekeknek nem kell gondoskodni tulajdonképpen a kicsiknek sem önmagukról ebből a szempontból. A kollégiumi díj az pedig csak az ellátást kell, hogy finanszírozza, minden mást az állami normatívából állunk, tehát a szülőknek csak az étkezési költséget kell kifizetni a diákok részére. Már 5. éve itt vagyok, és nagyon szeretek itt lenni, és szerintem egy nagyon szép 5 év van mögöttem, mert életre szóló barátokat is találtam itt, meg a környezet is. Nagyon jó, nagyon kedves mindenki, és segítőkész. Például megválasztottak engem a diáktanácsnak az egyik vezetőjének, és olyan programokat szervezhettünk itt a koliban, mint sütögetés, Mikulás buli, vagy például színházlátogatások, kollégiumi kirándulások, és ezek mind olyan élmények, amiket szerintem sose fogok elfelejteni. Vajdaságban nagyon ismert az iskola, nagy hírneve van, és sok diáktól, aki ide járt, hallottam, azóta már befejezték persze. A német tanáromnak a fia is, másik Alexander is ide járt, és akkor tőle hallottam legtöbbet. Anyukámmal eljöttünk nyílt napra, hát elvarázsolt az iskola, nagyon megtetszett, tantermek nagyon felszereltek, digitábla minden, és az oktatás is nagyon tetszett már akkor. És a másik fogópont, hogy 2 tannyelvű, a német nyelvet el tudtam sajátítani szinte anyanyelvi szinten, és ez az egész, meg nagyon sok mindent adott az iskola így, utólag is elmondhatom. Mennyire érezted nehéznek?
Hát számomra nem volt annyira nehéz, mert hála Istennek jól fog az agyam. Matematikát, fizikát nagyon szerettem, logikus gondolkodásom van, és úgy azt kell, hogy mondjam, hogy úgy könnyű volt viszonylag, nem volt nagyon-nagyon megerőltető. Miért ajánlanád másnak? Mivel kollégiumi zenekar tag is vagyok, és kórus tag is voltam, idén már sajnos nem, rengeteg utazáson vehettünk részt, Németországba, Ausztriába, osztálykirándulásokat csináltunk, például voltunk Horvátországba, Szlovéniába, 2 hete voltunk ugye Debrecenbe, szintén képviseltük az intézményünket, a tánccsoporttal, a zenekarral és a kórussal is, és nagyon büszkék vagyunk, hogy ide járunk. A tekintélyes múlttal rendelkező intézmény 2022-ben Magyarország 100 legjobb középiskolája között a 62. helyen végzett.